Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket és vendégeinket. Ez egy maratoni Vicsek Károly sorozat. Szeptember 17-én kezdtük, ha jól emlékszem. Hihetetlen felfedezés számunkra is, a közönség számára is, úgy látom az est résztvevői számára is, az, amit ezeken a filmeken láthat. Külön élmény. És mindig azzal kell szembesülnünk, hogy milyen gazdag a vajdasági magyar irodalom, milyen gazdag a vajdasági magyar filmművészet is egyben. Amikor ezt az első sorozatot terveztem, akkor szándékosan kerestem azokat a lehetőségeket, amikor tematikussá is tehetünk egy-egy estet, így különösen nagyszerű, ünnepi, október 23-a előestéjén, a forradalom a szabadság napjának előestéjén azt a filmet megnézni, amit Vicsek Károly rendezett, és amiről Bordás Győző, akit nem kell külön bemutatni, sem a Szabadka, sem a vajdasági magyar közönségnek, meghatározó egyénisége a vajdasági magyar irodalomnak, talán egyik a legtöbbet tudunknak a képzőművészetről, irodalomról, könyvkiadásról, és ezek szerint majd meglátják történelemről is. A másik pedig ifjú barátunk, Barát Gábor, aki történelemtanár, a szakma egyik jeles képviselője, és én nagyon örülök annak, hogyha jobban belegondolok, akkor három generáció képviselői ülnek itt együtt, és emlékeznek majd a film megtekintését követően 1956. október 23-áról, és mind arról, ami ahhoz kötődik, a film, az irodalom és a történelem szemszögéből. Jó szórakozást kívánok! Egy diák, amikor szitává lövik, egy másik emeli fel az ászlót és indul előre. Azután vérrel. Legendába illő halál. A klasszikus nemzeti mítosz bizonyítása. És rettegésre méltó halál. Olyan halál, melyet sért minden általán. Mind. A parlament környéke is zajos. Megint tüntetnek. Pedig délután még harcoltak itt. Valószínűleg befejeződött a felkelés. Sietek, hogy átjussak a hídon, s gyötrődöm, oda menjek ki a tömegbe, amely elfoglalja tankokat, ágyukat és gép. Vissza időben a szállodába. De hát ilyesmit csak egyszer láthatok az életemben. Elindulok, megállok, pokoli üveltés. Hurrá, hurrá! Kérdem, miféle jelszavakat kiáltoznak? Magyarázzák, hogy a tüntetők, a bebörtönzött felkelők azonnali kiszabadítását követelik. A járókelők a hídon ügyet sem vetnek rájuk. Talán csak nem mind bátrabbak nálam, közöttük asszonyok és öregek is vannak. Úgy gondolom, most a szerb és jugoszláv bátorság felsőbbrendűségi érzésétől megszabadulva, mert hiszen ez a nép hihetetlenül bátor, otthon majd elmondhatom, szerbek, ne kérkedjetek meldöngetve a hősiességetekkel. Láttam én Budapest utcáin, mi az a mítikus bátorság. Bila je to istinska pobuna jednog potlačenog naroda. Egy leigázott nép igazi lázadásának voltam szemtanúja. Mondhatjuk, össznépi forradalom tört ki akkor. Az események demokratikus, szociális okokra vezethetők vissza, de érezhető volt a külföldi erők befolyása, és egy kis nacionalizmus is. Akkor úgy éreztem, egyszerűen nem volt olyan magyar, akit hidegen hagyott volna a forradalom. Passzívan vagy aktívan mindenki részese volt az eseménynek. Ez egyedülálló jelenség a modern történelemben. Petőfi Klub je
jeden pokret. A Petőfi Klub fiatal magyar értelmisége szenvedélyesen szabadságtól és demokráciától fűtve küzdött a nemzeti függetlenségért. Tá revolucionária energia Petőfi Kluba je, razumě se, zapljusnula i čini se meni i starije krugove magyarske inteligencije, pre svega Savez Pisaca. Az volt a meggyőződésem, hogy a forradalmat a Petőfi Klub és az Író Szövetség szervezte, amelynek akkori elnöke Veres Péter volt. A Petőfi kör az emberek Nagy Imre körül nagyon szimpatizáltak Jugoszláviával. Ami a szegény Nagy Imre fejében volt, az nagyon hasonlított arra, amit sok magyar azt hitte, hogy Jugoszláviában történik, mert ahogy a sztalinisták, a rákosiak többet szittak Jugoszláviát, annál többen szimpatizáltak ők akkor is, amikor nem volt igazuk. És senki se mondta, még én se eddig, a Nagy Imre nem az amerikai nagykövetségbe ment, mint a Mindszenty. Akkor élne még, hanem a jugoszláv nagykövetségbe ment. Ő is az egész csoportján, később a Várkanyival és másokkal beszélgettem Budapesten valami 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez a szimpátia a jugoszláv titoista kommunista, ha ma kommunistát mondunk, akkor hozzá kell fűzni, hogy titoista és nem sztalinista kommunisták. Mindez egy kicsit nevetséges, anya. Természetesen szimpatizáltak a Nagy Imrékkel. A hídon mentem át, amikor egy csoport lány összefogódzva, élő barikádot alkotva megállt a híd közepén. Egy orosz tank közeledett. A lányok előtt csikorogva megállt. Gépfegyverét a lányokra irányította. A lányok nem mozdultak, énekelni kezdtek. A tank megindult feléjük. A gépfegyver lassan pásztázott a lányokon. 10 méternyire tőlük megállt a szörnyeteg. Kinyílt a tank kupolája, és az orosz parancsnok érthetetlen szavakkal ordítozni kezdett. Egy balonkabátos, magas, sovány lány felkapaszkodott a tankra, megragadta az orosz parancsnok bőrsisakját és szájon csókolta. Az orosz kínosan megszabadult a lány ölelésétől, és kiabálni kezdett a tank vezetőjéhez. Fordulj vissza! Nem látod, hogy ezek nem fasiszták? Lányok! Gimnazista koromban értesültem az 56-os eseményekről. Eléggé homályosan beszéltek a dolgokról. Nem vagyok az az író, aki nagyon igyekezne pontosan ábrázolni az eseményeket. Én nem hiszek a dokumentarista irodalomban. Az író megelégszik hiányosabb információkkal is. Az írót más dolgok érdeklik. Náš sjajný vizentolog Radić rekao jednom kako bi više volao da zna o čemu su govorili radnici na dokovima. Radić, a kitűnő történész, mondta egyszer, hogy őt jobban érdekelni, miről beszélgettek a konstantinápolyi dokmunkások, mint az, ami a palotákban történt. Nem sok történelmi dokumentumot tudtam használni, mintha még nem dolgozták volna fel a történészek 56-ot. Magyarországon kívül érezhető a rossz lelkiismeret az 56-os események miatt. Nyugat csak udvariasan tiltakozott a megtorlások miatt. Regényem megírásához napi lapok jelentéseit használtam, de merítettem néhány könyvből is. A tüntetéseket, a tömeges megmozdulások hangulatát volt szerencsém nekem is megtapasztalni, bár azok nem voltak olyan véresek. Egy asszonynak, aki már egy ideje mellettem állt és lelkesen kiabált, 2 foga hiányzott. Egyszer csak szétrobbant a feje, mint egy görög dinnye. Vörös folyadékkal fröcskölt le és összerogyott. Ha nem töltöttem volna 4 évet a háborúban,
nagyobb részt egyszerű katonaként. Akkor is tudtam volna, mi történt. A lövéseket csak később hallottam meg. A pánikszerűen neki iramodó tömeg magával sodort. Nem tudtam mindjárt megállapítani, honnan jönnek a lövések. Ami ilyen pillanatokban több tucat méterre kint egy nyílt téren, nem is túlságosan fontos. Amikor sikerült fedezékbe húzódnom, rájöttem, hogy az országház tetejéről lőnek. Ész nélkül lőttek. Egy rendőr lőtt, aki dühös volt, amiért az emberek tüntetni mertek, holott ő megtiltotta. Azok lőttek, akik 8 évig tartogatták mások leveleit, abban a meggyőződésben, hogy jót tesznek nekik. Egy kapuajban lapultam, remélve, hogy alább hagy a lövöldözés. De egy óra múlva rájöttem, hogy inkább erősödik. Ráadásul úgy rémlett, hogy nem egy irányból jön, mint amikor a rendőrség lőtte az országház előtt a tüntetőket, hanem mintha viszonoznák is a lövéseket. Tűzpárbaj alakult ki, mégpedig heves. Ideális helyzetben voltam ahhoz, hogy nézőponttól függően megerősítsem vagy megszakítsam a szerb-magyar kapcsolatok hagyományát, azaz a felkelő magyarok oldalára álljak. Ám e pillanatban semmiféle történelmi egyenleg kedvéért nem volt kedvem a saját bőrömet kockáztatni. E pillanatban csupán a szállodáig vagy a jugoszláv követségig szerettem volna eljutni. Én, mint csantavéri gyerek, apámék is puskásék győzelmeiről hallgatták állandóan a rádiót, kitették, mint ahogy mindenhol az ablakban rádiót is hallgatták, és valóban ez a két dolog, talán akkor ez a kettő tartotta a lelket a magyarságban, az aranycsapat és aztán 56, amely tragikus módon éppen az aranycsapatnak, az aranycsapat győzelmi hadjáratának vetett véget. És hogy miért nem foglalkoztunk mi, a legnagyobb bíróink sem igazán, nagy regények nem születtek, elbeszélések, versek, talán még verstöredékek, igen, 56-ról, az, mondom ezt, hogy mi mindenről elkésünk, ezzel is elkéstünk, és hadd mondjam el a saját történetemet, a saját magyarázatomat, hogy én a 80-as évek elején a Hídban megjelentettem egy novellát Minden Szentek címmel, és itt fogalmazódik meg az, hogy én gyerekként, és ennek valóban van történelmi alapja, én 7 évig ott minisztráltam a csantavéri templomba, és jártunk a temetésekre, és valóban kint voltunk 56 november elején, pont halottak napján a csantavéri kripták, ősi kripták között, és már nem igazán tudja az ember visszaidézni, ugye évtizedek múltán, hogy valóban hallottuk az ágyúdörgést, hiszen harcok folytak nem csak Budapesten, hanem Szegeden is, másutt is, vagy a képzelet hozta oda az ágyúdörgést a halottak napi megemlékezés fölé, és bennem ez nagyon erősen megfogalmazódott, hogy igen, hát ott figyeltem gyerekfejjel, hogy mi történik. És mégiscsak ugye itt a példa, hogy 1980-as években fogalmazódott meg az egy novellában, hogy mit jelentett a számunkra 1956. És a másik magyarázata szerintem az, pont Trianon aztán betette a nagykaput nekünk. Trianon a szerte szabdalta a nemzetet lélekben is, és kicsit úgy érezte akkor ez a megbolondított jugoszlávia magyarság, és kötelezően megint mondom, hogy így kellett nevezni, nem lehetett délvidéki magyarságnak nevezni. A jugoszlávia magyarság írói nagy része is azt mondta, hogy igen, mi mások vagyunk, mi különbözők vagyunk, nem igazán a mi ügyünk 1956. Álltunk ott az őszi nagy temetőben, és megriadva hallgattuk a távoli ágyúdörgést. A gépírónő váratlanul abbahagyta az eddig folyamatos kopogtatást, ölébe ejtette kezét. Ne vegye tolakodásnak, de feltétlenül meg kell kérdeznem, hány éves volt maga 56 novemberében? 9. Se több, se kevesebb. No látja, akkor én már elmúltam 16, ott éltem én is a faluban, lehet, hogy magának erről eddig nem is volt tudomása, ráadásul a temető közvetlen közelében mégsem hallottam soha semmiféle ágyúdörgést.
ellenőrizze maga. November 1-én egyáltalán még folytak ott harcok. Aztán, hogy használtak-e ágyút, vagy csupán puskákat és gépfegyverekkel lőtték egymást. Vagy például, hogy a maga által feltételezett heves harcok itt, a határ közelébe is folytak, ahonnan esetleg áthaladhatott az ágyúdörgés, ha egyáltalán volt ágyú, vagy csupán a fővárosba, honnan ugye, ezt maga is beismeri, sehogy sem hallatszhatott idáig. Ne haragudjon, hogy ennyire okvetletlenkedem, de mint leendő olvasója kérdem, akkor meg mire valók ezek a homályos, múltidőből és más helyszínekről idementett, önkényesen összepárosított történetek? Miért nem ír inkább a szerelemről, hiszen még aránylag fiatalember, javakorabeli, vagy akármiről annyi szép dolog felelhető körülöttünk a világban? Meg lehet, mondtam eltűnődve gépírónőnek, könnyen meg lehet, hogy magának van igaza. Sőt, egészen biztosan. Mindennek ellenére írja csak pontosan úgy, ahogy diktálom, lehetőleg minden módosítás nélkül, a többivel ne törődjön. Hol is tartottunk? Álltunk ott az őszi nagy temetőben, és megriadva hallgattuk az ágyúdörgést. A szobámba megyek, talán ötödször a mai napon, hogy lejegyezzem, amit átéltem. Naplót vezetek, de különösebb becsvágy nélkül. Úgy is mondhatnám, pusztán hivatásból. Író vagyok, ami egyebek mellett azt is jelenti, tanú. Lejegyzem pontosan mindazt, amit érzek és gondolok, mert nincs semmi okom arra, hogy másként cselekedjem, és azért is, mert ez a napló, ha még 10 regényt megírok, talán kiadásra kerül összes műveim sorában. És ha itt el is találna egy golyó, amit valószínűleg nekem szántak, maradjon hát meg ez a kis füzet, melynek első lapjain a Gyökerek ciklus 4. könyvének vázlata lelhető. Mert tudjuk, a papír igen gyakran túléli azt, aki tintával elrontja. Másodéves voltam az iparművészeten, amikor egy nap, csúnya októberi nap volt, behívott az igazgató az irodájába, ott volt egy rádió, és a drága jó professzorom, Baranyini Markov Zláta, teljesen kimerült, ő fordította a pesti rádiónak a műsorait a forradalomról. Tehát ez volt az első kapcsolatom, hogy hát Feri akkor csinálja maga tovább. És akkor így, ahogy hallottam, ahogy eljutott hozzánk a Budapesti Rádió, akkora már kihelyezett adójának a hangja, szignálja, úgy fordította a professzoroknak, és megmondom őszintén, hogy végtelen nagy és őszinte érdeklődéssel követték az eseményeket. Szemben, vagy inkább egész másként, mint ahogy én azt föltételeztem volna, és természetesen abban az időben ezerszer megrágták, és csak nyögve mondták ki sajtóban, tehát nyomtatott sajtóban és a rádióban, az Újvidéki Rádió magyar műsoraiban is, hogy mi is történik Magyarországon 56-ban, októberében, október 23-a után. Kaposvári Csiky Gergely Színháztól kaptam egy meghívó levelet, olyan értelemben meghívó, hogy a Művelődési Minisztérium támogatta azt a tervezetüket, hogy 56 drámaírót hívnak meg az egész világból. Tehát 56-ról van szó, és semmi más nem fontos, csak az, hogy az a dráma, amit megírnak erre a pályázatra, szellemiségében valahogy tükrözze ennek a csodálatos eseménynek a velejét, a lényegét. Én megírtam, és folytás lett a címe. Persze rengeteget vergődtem, elsősorban azért, mert azok az élmények, amelyekre az imént hivatkoztam, azok már jócskán kifakultak. Utána kellett nézni,
olyan történetnek, amely az 56-os forradalom és szabadságharc jugoszláviai vetületét adná, vagy adja. A mi történetünk, tehát már nem a folytás, nem a színpadi mű, tehát a szimplifikált és dobozba zárt kis történet, hanem egy sokkal tágabb értelemben vett mese, amely egyszerre szól rólunk is, és egyszerre szól a világhoz is, és a világról is. Én megírtam elsősorban, mint színpadi művet, mint író, drámaíró. Megírtam a forgatókönyvet egy sokkal terjedelmesebb, nagyobb filmhez. Azt is megírtam, hogy ebben nem férhetett bele minden. És a legújabb munkámban, a nagy családregényem második kötetében egy egész fejezetet szenteltem az 56-os szerencsétlenségnek és diadalnak. És ilyenkor azért úgy oda kérdezek, persze inkább magamban, mint hangosan, hogy azok, akik tagadják, hogy itt Vajdaságban egyáltalán valaki foglalkozott az 56-os csodával, hogy szégyenkezve fordítják el fejüket, politikai vezérőrük, és tagadják, hogy hát úgy látszik, hogy ami nem az ő ülepükből jött ki, akkor az nem is létezik. Márpedig ismétlem számomra ma is, mint ahogy 18 éves koromban, ez elsősorban erkölcsi feladat volt és maradt és marad. Ezt a tételt, ezt ne tessék megosztani. Tehát, ha azt mondom, hogy erkölcsi és művészi, akkor az ugyanaz. Én nem tudom másként fogalmazni, nem is akarok másként fogalmazni. A jugoszláv politika 1956. októberéig megteremtette már a délvidéki magyarság beolvasztásának politikáját, illetve megteremtette a maga erre vonatkozó stratégiáját. Következőleg óriási stressz jelentett a jugoszláv politikai számára az, amire Budapesten került sor. Jugoszláviának érdeke volt Magyarországnak a szovjetek által való megszállása. A többi, ami itteni íróink magatartása, ebből következik. A mi íróink, amennyiben a maguk módján reagáltak volna közvetlenül a magyarországi eseményekre, ez azt jelentette volna, hogy összmagyar összefüggésekben gondolkoznak. Holott akkor már megkezdődött a mi beolvasztásunk politikája. Ez azt jelentette, hogy a területi iskolákat teremtették meg Vajdaság szerte az 50-es évek közepén, és emellett megszüntették a három magyar színházat is. Gondoljuk el, 1954-től egyre kevesebb vajdasági magyar író könyvét adták ki. Természetesen a jugoszláv politikát arra kényszerítette a magyar 56-nak az élménye, hogy változtasson a stratégiáján. Változtatnia kellett, mert a magyarság, a budapestiek 1956 által bebizonyították a mi életre valóságunkat. Intézmények létesültek közvetve a magyarországi 1956-os események hatására a délvidéken, elsősorban Újvidéken.
viszonylagos kulturális autonómiára kerülhetett sor. Jugoszláviának így a kárából előnye is lett, újfent bebizonyíthatta, hogy miként 1952-ben a párizsi ünnepi játékok keretében is tette, bebizonyíthatta, hogy itt a magyaroknak jobb, mint a szovjetek által megszállt Magyarországon. Természetes, hogy az írók, a vajdasági magyar írók nem reagálhattak a magyarországi eseményekre, azért, mert örültek a viszonylagos függetlenedésüknek. Mi is későn tudtuk meg közvetve azt, hogy a 1956-os magyar forradalom végeredményben világtörténelmi fontosságú, és hogy az emberiség legnagyobb gondolkodói reagáltak azokra az eseményekre, a magyarok mellett téve le a voksot. 56. októberében a tartományi belügyi titkárságon dolgoztam, és 23-án délután sürgősen behívtak bennünket azzal, hogy Magyarországon valami történik. Másnap reggel megjött a híre annak, hogy a határon nem vettek észre magyar határőröket. Nincsenek sehol, és utána hamar jött egy másik hír, hogy a hercegszántói határőrségnek a parancsnoka kapcsolatot kér velünk. El is mentünk semmi formalitás nélkül hercegszántóra. Az embert megtaláltuk a lakásán, és mondta, hogy náluk feszült a helyzet, a határőrök nem járnak ki a határra, mert a belső rendet kell fenntartani, és megkért bennünket, hogy mi gondoskodjunk a határról, a biztonságról, ők erre most már nem érnek rá. Úgy volt egészen a második orosz közbelépésig, hogy a határ teljesen szabad volt. Az emberek, akik éveken át nem tudtak kapcsolatba lépni rokonaikkal a határ túloldalán, ugye, azok is kezdtek átjárni, meg visszamenni, szóval senkinek nem volt eszeágában semmi bűntettet csinálni, hanem egyszerűen az az emberi szükség, hogy évek után meglássák élve ugye, a hozzátartozóikat. Azt megengedtük, toleráltuk, annak semmi problémája nem volt. Viszont az egész szakasznak, határőrségnek a parancsnoka, egy Moravszki nevű ezredes volt, és azzal is sokszor volt ilyen határmenti ügy rendezésében ugye beszélgetés, de az volt az érdekes, hogy amikor a második intervenció után az oroszok kimentek a határra, meg volt beszélve vele telefonon a találkozó. Emlékszem, nagy hideg volt, már hó is esett, ott diderektünk a hidegben a határ mellett. Jött az ember, és az orosz szerzsánt, arról a kilátóról azt mondta, hogy stoj, nem mehetsz tovább. Tiltakozott az ember, nem, ő majd megkérdezi a parancsnokságát. Telefon volt fönt, ugye az a katonai telefon. Egy fél órát vártunk, mire megkapta az engedélyt, hogy átengedje az embert. El is mentünk béregre, elbeszélgettünk, és az ember olyan piros arccal megszégyenítve azt mondta, na, látja, mit értünk el,
hogy egy magyar ezredesnek nem szabad átmenni a saját országának a határán orosz szerzsánt engedélye nélkül. Ez volt egy olyan benyomás, amit soha nem felejtek el. A menekültek az első pillanatban nagyon kevesen voltak. Viszont december, inkább vége felé és januárban a menekültek zöme jött át a határon. A zombori ilyen, hogy mondjam, elfogadó táborokban körülbelül 5000 ember ment át. Tudomásom szerint Szabadkán 10 000 körül, és Horvátországban és Szlovéniában még 5000, tehát összesen abban az időben Jugoszláviába átment egy olyan 20 000 ember. Viszont Ausztriába majdnem 200 000 ember. Azokból elég kevesen tértek vissza, viszont mi elhelyeztük őket az ilyen társadalmi otthonokban, a kultúregyesületekben, ahol termek voltak, ugye a Vöröskereszt szervezett ellátást, élelmet, takarókat, mit tudom én. És az úgy tartott egészen tavaszig, de mivel már a város majdnem fulladni, a város normális életét az valahogy zavarta, és másutt is úgy volt, akkor áthelyezték őket az ország belsejébe, különféle üdülőhelyekre, sőt, tengerparton is voltak Szlovéniában, egészen Macedóniáig, olyan objektumokban, amelyek télen ugye üresek, és onnan aztán mentek tovább, mert a legnagyobb számban nyugatra akartak menni, ki Nyugat-Európába, ki Amerikába, vagy Ausztráliába, de az a dolog elég lassan ment, mert a nyugati hatóságok elég kényelmesen viszonyultak az egészhez, úgyhogy az engedélyek elég lassan jöttek, ugye, úgyhogy a dolog elhúzódott egészen nyárig. Egy része nagyon kevesen itt maradtak, Jugoszláviában, és körülbelül egy olyan 10-12%-a visszament Magyarországra, de megmondhatom, hogy az én tudomásom szerint senki nem volt erővel visszaküldve Magyarországra, kívánsága ellenére. Abban az időben, már novemberben magyar diplomaták járták ezeket a gyűjtőhelyeket, és próbálták meggyőzni az embereket, hogy hazamenjenek. Az emberek nagyon vonakodtak, nagyon keveset hittek nekik, mert már az oroszok bent voltak, ugye, de voltak, akik hazamentek, később aztán jött a híre annak, hogy egyeseket letartóztattak, stb. Mondhatom, hogy nem csak a magyarok, hanem az összes tudósítók és kommentátorok olyan hangnemben írtak a magyar forradalomról, ami csak nagy rokonszemről tanúsít. Szóval általában az összes történések, amelyek Magyarországon abban az időben folytak, Jugoszláviában valamilyen elégtételként szolgáltak azokért az évekért, amit áttűrt 48 után, ugye, az orosz politikának, vagyis a szovjet politikának köszönve. Az egész hangnem az volt, hogy Magyarországon egy szabadságharc folyik, hogy
Igaz, az ellenforradalmi erők is felléptek, és például van egy kérdés, amely körül vannak nézeteltérések a jugoszláv szerepről. Az a kérdés, hogy most nagyhoz hogy viszonyult a jugoszláv politika? A jugoszláv politika abban rejlett, hogy nagyot menteni kell. Azért adtak neki menedékjogot, és most azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy került ki, egyesek azt állítják, hogy Jugoszlávia elárulta nagyot. Nem igaz. Mert Jugoszláviát is éppen a nagyper keretében vádolták, hogy ilyen meg ilyen szolgálatot tett nagynak, aminek legnagyobb része nem igaz. De az az igazság, hogy például éppen ennek a Kopácsinak a lányát, akit ő elhelyezett a mi követségünkre, a mi nagykövetünk Szoldatics a Podgyászban kicsempészte Ausztriába. Hát most ellenkezőt állítani, hogy mi árultuk el azt a csoportot, de meg kell érteni a követségbeli embereket is. 42-en voltak ott menedékjog alatt. Élelem kifogyott. Az egészségügyi állapot persze abban a két épületben lehetetlen volt. Valami megoldást kellett találni, ugye? És ugyanúgy, akkor kötötték meg azt a szerződést Kádárral, ugye, hogy szabadon engedik. És hogy ők aztán mehetnek olyan országba, amelyikbe akarnak. Na de még a második szovjet katonai közbelépés körül annak a megbeszélése, mint tudjuk, Brioniban történt november 2. és 3. éjszakán, és jugoszláv szó Tito és társai abba azért egyeztek bele, mert tényleg olyan hírek jöttek Magyarországról, hogy azok az erők, amelyek most vissza akarják állítani a hortista rendszert, hogy azok már majdnem túlnyomó részben hatalomra léptek sok helyen. Úgyhogy én szerintem, de nem csak én szerintem, a Veljko Mičunovićnak a moszkvai évei könyvében ugyanaz van, hogy a jugoszláv vezetőség megijedt attól, hogyha netán győzne a hortisták és a volt birtokosok a reakció hatalma, hogy Jugoszlávia az egész északi határán olyan kellemetlen szomszédot kapna, ugye revizionista, stb. Vágyakkal, viszont meg kell érteni azt is, hogy abban az időben Jugoszlávia szocialista ország volt, ugye? És persze, hogy valamilyen formában, de nem olyanban, amilyen Rákosi alatt volt, meg akarták őrizni a szocialista rendszert Magyarországon. Csak másképpen, ugye? Ami szerintem Kádár kormánya alatt nagyon kis részben, de mégis megtörtént. Mégis meglazult a rezsim. Magyarország már nem volt az a Rákosi féle Magyarország. Sok minden megváltozott. De az is igaz, hogy Magyarországon semmit sem lehetett tenni a szovjetek beleegyezése nélkül. Ja sam imao tu sreću da se nađem u prvom redu
Szerencsésnek tartom magam, hogy a magyarokkal karöltve az első sorokban állhattam a Petőfi szobornál, és a többi jelentős esemény színhelyén. Emlékszem felfokozott izgatottságomra és felindultságomra, mert tudatában voltam annak, hogy történelmi pillanat részese vagyok. Kész voltam ott maradni, részt venni a történésekben. Nem tudom magamnak megbocsátani, hogy nem vállaltam végig ezt a kockázatot. Nem tudom, túléltem volna-e az eseményeket. Kint voltam az utcán, mindig ott, ahol valami történik. Legalábbis az idő alatt, amíg Pesten voltam. Később megtudtam, hogy amikor Hruscsov Jugoszláviában Titónál vendégeskedett, ezt mondta neki. Az önök írója, Dobrica Csószics, a fennlázadt fasiszta bandákkal kólót táncolt a szovjet hősök sírhalmain. Nikita Hruscsov ilyen nagyra becsülte az én részvételemet a magyar forradalomban. Később megtudtuk, hogy a Hruscsov és a Malenkov november 2-án éjjel Pulában voltak, és Titóval együtt tulajdonképpen megbeszélték az úgynevezett forradalmi parasztmunkás kormányt, vagy hogy is hívták a Kádár-féle kormányt. És az nekem akkor nagyon tetszett, és ma nagyon kritikusan látom, hogy Tito és Hruscsov csinálják a magyar kormányt. Igaz, hogy a Hruscsov a Münicht akarta kormányelnöknek, és Tito mondta, hát inkább a Kádár. És az valószínűleg azzal is van összekötetésben, amit a Kádár nekünk, a Gyuka Juliusnak, a Teszlich Vládanak, az Apró Matyinak is nekem mesélt, és amit levittik Palicsba, hogy rögtön tudja az öreg. De most nem nagyon tetszik a dolog. És ha gondolunk arra, hogy Tito mit mondott november 11-én Pulában, hogy az első intervenció káros volt, a második intervenció ugyan káros, de muszáj volt azt megcsinálni. Az nem nagyon jól néz ki a mai szempontból. És mivel, hogy azután Jugoszlávia összeveszett úgy a Szovjetunióval, a Nagy Imre miatt, úgy az amerikaiakkal is, mert segítette a Kádárokat, kisült, hogy az egy rossz politika volt, amit akkor csináltunk, azt természetesen akkor nem úgy látta. 92-ben a Jelcin elhozott Budapestre egy csomó dokumentumokat, ami meg is jelent Magyarországon az 56-as intézet kiadásában, mint a Jelcin dosszié. Úgyhogy egészen pontosan lehet látni, hogy a szovjet vezetőség hogyan beszélgetett erről, és Hruscsov egyrészt ott voltak még Molotov és Malenkov, szóval a sztalinisták, másrészt a Mikoyan és azok, akik a nyugatabban akarták ezt megnézni. A Hruscsov bátor volt, hogy eljött Jugoszláviába rossz időben, de az azért volt fontos neki, hogy Szovjetunióban megtartsa a vezetést. Azon kívül közben azt tudjuk, az amerikaiak természetesen megnyilvánították a beszélgetéseket a Dulles külügyminiszter és Eisenhower elnök között. Az amerikaiak mondták, hogy nem fognak beavatkozni Magyarországban. Azt akkor Tito nem tudta. Hogy Hruscsov tudta, az nem látszik az okmányokból. De Eisenhower érdeklődött a szuéci események körül, és akkor a biztonsági tanácsban egyetlen egy eset volt a szuéci kanál között, szuéci csatorna körül, hogy Amerika és a Szovjetunió szavaztak Nagy-Britannia és Franciaország ellen, akik ott beavatkoztak Szuécben. Úgyhogy a titkos megbeszélés Washington és Moszkva között volt, tik oroszok csináltak Magyarországban, amit akartak, és Kelet-Európában, de a szuéci csatorna az amerikai dolog lesz, és úgy is lett. Hát ezek a történelmi játékok érdekesek, és azt hiszem, hogy az író jobban tudja őket megérteni, mint a
az, aki hivatalosan foglalkozik történelemmel, mert az okmányokra néz, és az okmányok mindig olyan írások, amiket valaki megrendelt. Szóval nem az igazság, hanem az igazságnak egy rész. Elmesélek még egy igaz anekdotát, amit nekem egy elég magas szovjet diplomata sokkal később mesélt Bécsben. Ő 57-ben a diplomata főiskolába járt a Szovjetunióban, vagy még később. És akkor az Andropov tartott nekik egy előadást a Magyarországról, és úgy kezdte, hogy most fogok beszélni a magyar forradalomról. Jól hallottátok, nem ellenforradalmat mondtam, hanem forradalmat, és pedig azért, mert ők szovjet diplomaták lesztek, és nem szabad olyan butaságokat csinálni, mint mink akar csináltuk, és most a kommentárja embernek, aki nekem meséli. Azt mondja, én akar azt hittem, hogy ez megörült, és holnap agyonlövik, de most az NKVD főnöke, akkor amikor mesélt az Andropov vezető a titkos szolgálatot, és később ugye ő volt az, aki kitalálta Gorbacsovot. A napoleoni háborút a Tolstoj szerintem jobban írta meg, mint történelmet, mint bármely történelmi könyv, és az majdnem száz évvel később történt. Én azt hiszem, hogy az író jobban tudja meglátni azt a részt az igazságnak, amit egyáltalán meg tudunk látni, mint aki csak az okmányokkal dolgozik. Már elmeséltem, hogy miért gyanúgszom mindenben, ami okmány, ami valaki fölírt egy napi parancsot a háborúban, a emlékezetek a politikusokról, azok a különböző tárgyalások eredményei. Ez mind nem az egész igazság. Az igazsághoz az író próbál megközeledni valahogy, ha sikerül neki. A úgynevezett zsidó háborúból írta Josephus Flavius akkor, amikor történt. És 1800 évvel később a Leon Feuchtwanger, a jüdische Krieg. Azt hiszem, a Feuchtwanger jobban írta meg, mint a Josephus Flavius, aki bent volt abban a háborúban, és a könyvében csak arra gondolt, hogy ő legyen, hogy ő szerepeljen, mint egy szimpatikus alak. Az a probléma. De a végeredményben az írónak, visszatérek arra, főleg a kis vagy közepes írónak fontos az, hogy elmeséljen valamit, ami a tisztelt közönségnek érdekes lesz. Ha mi nem arra számom, de komentáře se nádrčita, koja su to događaji istorije, odnosno velike istorije, az író csak kommentárokat írhat a történelmi eseményekhez. Regényem is ezzel foglalkozik. Az író nem tudhatni a társadalmi folyamatokra. Szerepe korlátozott, csak része lehet egy mozgalomnak, akciónak. Az író kérdéseket tehet fel, tulajdonképpen ez a művészet lényege. Nem kell feltétlenül értelmezni az eseményeket. Segíthet, hogy megértsük azokat, vagy csak egyszerűen arról beszél, mennyire értelmetlenek azok. Már 10 napja Budapesten senki sem gondol arra, hogyan fogják megtisztítani a város utcáit és tereit. A lehulló októberi falevelek szőnyekként borították be az aszfaltot és a köves utat. Időnként esett az eső. A levél a sárral keveredve különös, színes, csúszós réteget képezett. A kerékpározó könnyen elcsúszhatott volna. Az autók csak nehezen tudtak megállni a nedves levéllel borított úton. A tankok hernyótalpainak azonban nem jelentett akadályt. A levél színe
akkor a legszebb, ha elszakad az ágtól. Halálában a legszebb. A történelem azonban a népekhez is olyan közömbös, mint ezekhez a falevelekhez, amelyeket kecses női lábak cipői szúrnak át, csizmák taposnak, vagy orosz tankok hernyótalpai zúznak szét. Csini mi se da je vreme revolúcia minulo. A forradalmak ideje lejárt. Vitathatatlan, hogy a lázadások és forrongások forgatják a történelem kerekét. Így nyilvánulnak meg a történelmi, társadalmi ellentétek. A forradalomnak, így a francia forradalomnak, az orosz forradalomnak és a jugoszláv forradalomnak is olyan tragikus következményei voltak, hogy emiatt a mai nemzedék nem érez semmiféle forradalmi erőt, motivációt egy esetleges forradalomhoz. Én attól félek, hogy azok a fiatalok, akiknek ugyanúgy már csak az emlékeikben élhetnek ezek a történetek, a történelmi események, ezeket már nem izgatja annyira ez az egész nemzet sorsát érintő kérdés, mint ahogy engem izgatott a határon átgörgő ágyú törgés 1956. novemberében. Az 56-os magyar forradalom, a berlini lázadás, 53-as lázadás, és a poznanyi lengyelországi lázadás 56-ban, hogy azok után az a legnagyobb, vagyis azok még nem is hasonlíthatók össze, sem terjedelmük, sem jelentőségük szerint. A magyar 56-os forradalom elsősorban leghosszabb tartóbb volt, a legtömegesebb, és az ország, és nem csak az ország, hanem az egész szocialista világ sorsára nézve legjelentősebb. Mert tulajdonképpen az, ami Magyarországon történt, az mégis megindította azt a zözönt, ami aztán végén 90-es években gyümölcsözött is. Az 56-os forradalom kompromitálta a kommunizmus eszményét és a Szovjetuniót, hiszen ez a nagyhatalom a béke harcosa szerepében tetszelgett. Mi hasonló rendszerben éltünk, de nálunk nem volt ilyen erőteljes ellenállás a szovjet rendszerrel szemben. A magyarok hősiesen fellázadtak, nálunk csak néhány csoport értelmiségi tiltakozott, de őket is inkább nacionalista eszmék vezérelték. Ismét csend van. A szálloda fémes vérkeringésében zúg és csobog a víz és a szenny. Vajon mi célt szolgál majd ez az én egyáltalán nem izgalmas naplóm? Ha csak nem arra, hogyha majd egyszer leépülök, amennyiben túlélem a drámát, s képzeletem kiapad, kritikátlanul közreadjam valami folyóirat utolsó lapjain. Vajon érdekel-e majd akkor valakit visszaemlékezésem? Mégiscsak baj, hogy érzéseinket elfeledjük. Felriaszt az ajtóm előtt a súlyos nevetés, mely egy akna robbanásába csap át. Csak 22 óra 30 perc van. A nyelv miatt alvás előtt megint orosz fordításban olvasom Messze még a hajnal című regényemet. Magyarországnak ezen az őszön századunk emlékezetévé kell válnia, hogy drámája ne ismétlődhessen meg. A szocializmus miatt, mely mindenütt az kell, hogy legyen, ami valójában, szabadság és emberiesség. Ennek jegyében is tanúskodik a 7 nap Budapesten élménye, bár valójában 8 nap volt. Ha az élményt megszerkesztenénk, akkor már nem az lenne, ezért is voltak ezek a jegyzetek sajtó alá nem rendezett feljegyzések.
soha eddig nem tettem közé szöveget nagyobb emberi, kommunista és írói felelősséggel, mint ezeket a budapesti jegyzeteket. Talán soha sem lesz még egyszer alkalom ekkora felelősségre. Ha pedig tévedtem vagy sértettem, nem azért tettem, mert lelkiismeret hiával voltam. Az én igazságom Magyarországról október 23-a és 31-e között, és élményeim azokból a napokból nem az egyedüli igazság, nem az egyedüli élmény. Csak a történelem mondhatja majd ki, és ki is kell mondania a végső és igaz ítéletet. Estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is önöket a ma esti filmvetítésen, illetve a most következő beszélgetésen. Engedjék meg, hogy mint történészként ugye csatlakozzak Lovos Ildikó azon mondatához, hogy ez egy tematikus, hiszen tematikus ez a mai filmvetítés, hiszen holnap lesz október 23-ának az évfordulója, és úgy gondolom, hogy méltón bírunk így megemlékezni az 56-os forradalomról, illetve hiszen 56-ban már október 22-én megkezdődtek a folyamatok, az események a Műegyetem tanulói egyetemistáinak köszönhetően. Még mielőtt belemennénk a beszélgetésbe, engedjék meg, hogy történészként egy néhány mondatban felvezessem az eseményeket, tehát hogy miért is jutottunk el 56-ig, mi az, ami miatt kirobbant a Magyarországon a forradalom, illetve a szabadságharc, hiszen általában mindig csak arról esik szó, hogy forradalom, de hát ugye valami elő kell, hogy idézze ezt a forradalmat. Ugye a második világháború befejezését követően Európa keleti része, azaz Kelet-Európa kommunista hatalma, kommunista pártok kerültek hatalomra, azaz a Szovjetunió érdekszférájába került, és így Magyarországon is fokozatosan a kommunista párt átvette a hatalmat, és ugye ezt az úgynevezett szalámi taktikával ezt hívni szokták, hiszen szeletenként, apránként vették át a hatalmat. Annak ellenére, hogy ők az első választásokon a világháború után 45 őszén csak harmadik helyet értek el, még a Független Kisgazdapárt pedig többséget szerzett, koalíciós kormányra került sor, hiszen az úgynevezett szövetséges ellenőrző bizottság a Szovjetuniónak volt Magyarországon többség, és támogatta a kommunista pártot, és ugye ezekben a koalíciós kormányokban a Magyar Kommunista Pártnak mindig vezető pozíciói voltak, tehát a egyik legfontosabb a belügyminisztérium, és ugye ezen keresztül fokozatosan a politikai ellenfeleiket kezdték megosztani, ugye ez az oszd meg és uralkodj elven, és ugye így jutottak el 1947-ig, amikor egy kormányválság alakult ki, amikor a Független Kisgazdapárt politikusait kompromittálták, és végül is 47. augusztusában egy új választást írtak ki, ami általában a kék cédulás választásoknak nevezik, hiszen
a kék cédulákat kaptak az emberek, szavazó polgárok abban az esetben, hogyha nem bírtak a lakhelyükön szavazni, és így a kommunista párt kb. 100-120 ezer szavazatot tudott magának pluszban még bezsebelni, és ennek ellenére is csak 22-23%-ot értek el, de ugye hátszéllel ismét koalíciós kormányzásra került sor, és ugye majd 1948-ban pedig a mondjuk így baloldali pártokat beolvasszák és létrehozzák a Magyar Dolgozók Pártját, és ugye maga a hatalomátvételre mondhatjuk, hogy az I betűt úgy teszik fel, hogy 48. decemberében letartóztatják Mindszenty József esztergom budapesti érseket, hercegprímást, aki ugye még az előző úgynevezett Horthy rendszerből felmaradt, hiszen a hercegprímások koronázták Magyarországon a királyokat meg, és ugye még a régi rendszernek a képviselője volt, és az ő letartóztatásával, illetve elítélésével, majd pedig 49-ben a front, népfront létrehozásával lényegében a politikai szintére nők maradtak, és hogy 49-ben, 49-es választások után átveszik a hatalmat, és 1949. augusztus 20-án, tehát államalapító Szent István királyunk napján hatályba lép az új alkotmány, a népköztársaság alkotmány, és ugye ezután átveszik majd a teljes mértékben a hatalmat. Ugye a már Rákosi rendszernek az egyik oszlopja, amire támaszkodott, az az AVH volt, és az Államvédelmi Hivatal, illetve megkezdődik ugye az államosítás, koncepciós perek, és majd egy kisebb enyhülés jön 53-ban, amikor ugye meghalt Sztálin, ugye Sztálin elvtárs, és ugye a Szovjetunióban majd egy úgynevezett desztalinizációra kezdenek, és ugye ez Magyarországot is érinti, de természetesen ugye olyan komoly változások nem fognak végbe menni Magyarországon, és ugye végül majd ez az elnyomás, ez a nevezik úgy terror fog majd odvezetni, hogy 1956-ban ki fog robbanni a forradalom, illetve a szabadságharc Magyarországon, amiről ugye most láthattunk egy dokumentumfilmet, és a rendezőnek, Vise Károlynak az első kérdésem az lenne, ami hiszen ez engem mindig érdekel ilyen filmek, dokumentumfilmek esetében, hogy hogy esett pont ez a választás pont az 56-os forradalomról, hogy az 56-os forradalmat, és hogy ilyen szerkezetben, tehát nem az a, így mondja, tipikus, hogy csak felvételek és narrátor, hanem hogy személyeket is megszólaltatott benne, és hogy ők meséltek. A régi adósságot törleszettünk Deák Ferenc író barátom, ami tulajdonképpen elég éveken keresztül készítettük ezeket az interjúkat, kutatásokat, élmények begyűjtését, hogy egy játékfilmig érünk el, és hát közben akkor foglalkoztunk azok a dolgokkal is, amik minket személyesen érintettek, hogy hát a Vajda Gábor mondja, hogy mi valahogy a rendszer által le voltunk választva a magyarságról, ugye a vajdasági magyarság, ugye. Nekem más tapasztalatom van, én a gyerekkor úgy éltem meg, hogy én egy része voltam a magyarságnak, ugye. Amikor a 54-ben elvesztették a Puskás, ugye. Tehát a magyarság sírt a rádió hallgatásra, hallgattuk az epelcsőt, és bőgtek a gyerek az apám együtt. Ugye. Másik élményünk, ez az 56 volt, ugye, amikor úgy éreztük, hogy most az a kis magyarság anyaország nélkül marad, ugye? Hát én a Szépműves cég könyvein nőttem fel, az apám egy öbörült magyar volt, ha bár csak egy vasmunkás, egy... Hát én az opera dalokon nőttem fel, ugye? Amit megkeresett Bácskában, mint cséplőgép, karbantartó, kezelő, meg egy szélmalomnak részvényes részben tulajdonosa volt, meg azt, hogy Pesten költött el, ugye? És ő nem népdalokra tanított bennünket, hanem az operett dalokra, ugye? Szépváros, Kolozsvár,
meg az őr a Hargitán, meg nem tudom, hogy nekem nem volt az az érzésem, hogy mi leszakadtunk a... Most az a határ itt volt, hát itt volt a határ, ugye? Nagybácsim Pesten élt, lakása volt, az Asztóriában volt műasztalos, nagynéném Szegedre költözött a háború után, férje magyar katonatiszt volt, aki megjárta a Donkanyart, és élve jött vissza, és akkor a katonéni élete végig ezt vezekelte, hogy egy háborús bűnössel él, ugye? Az össz vagyonát aztán a Vöröskeresztre írt, ami az apám nem tud semmit örökölni utánok, ugye? Majd vezekelt, ugye, hogy egy bűnössel élt az életét, ugyanúgy a nagybácsimat ajándékozta a házát a kádári rendszerre, úgyhogy én nem egyetem Szegedre mentem, meg Budapesten, hanem akkor Belgrád, ugye, majd az első élmény, amikor meglátogattam Budapesten gimnazista koromban a nagybácsimat, a Pista nagybácsimat, Szófia utcában lakott, akkor Majakovszki volt a Király utca, meg nem tudom, Lenin körült volt, ugye ez. Leszálltam villamosról, kofferokkal, és ott megkérdezik egy urat, hogy a Szófia utca, és azt mondja, ne panyém ányám, vengri. Pofa ütötte az érzet. Arról a zebráról lementem a Szófia utca felé, ugye, kettes villamosról, megállít egy karszalagos, hogy nem engedtem az autót, ugye. Nézem, önkéntes rendőr. Ez volt az első élmény Magyarországon. És akkor nem csoda, hogy mi valahogy mást éreztünk majd, hogy a végeken itt maradt egy magyarság, és nekünk volt azért tartásunk, ugye? Én rengeteg tévéműsort készítettem a Bori Imrével, verseket válogatott, és akkor a stúdióban azokat verseket megzenésítették, színészek mondták azokat a verseket, és úgy beszélgettünk ugye a szünetekben, hogy hát mi itt magyarok, meg ez amaz, hogy kisebbség, meg kisebb rendőrség, és akkor azt mondja, hát hogy lehet magának ilyen ezért? Azt mondja, hát azt mondja, mi vagyunk azért kicsit másképp jár, ugye? Valami más levegőt szívunk, ugye? Hát egy más nekünk azért nem volt annyira kemény az a kommunizmus, ugye? Legalább nem találkoztam orosz megszállóval, ugye? És nem találkoztam önkéntes rendőrrel, aki nem tudom ezért, ugye? Aki védte azt a hatalmat, még egy kofferral baktató izével, és ő kérdezi valamit, hogy eligazodjon Budapestre. Tehát ez a mi magyarságunk, vagy a kötődésünk a magyar nemzethez, a magyar kultúrához. Nekem a kultúra, vagy a magyarság, az egy József Attila, vagy akkor nem tudom én, a Nyírő József, majd ő könyvet olvastam, vagy Tamás Áron, ugye, és az operett dalok, ugye, nekem az volt a magyarság, nem az a karszalagos, meg akik ott sétálnak orosz egyenruhában Budapesten, ugye, az egy fantasztikus sok hatás, amit soha élet nem tudtam elfelejteni. És akkor kezdtük a diákkal ezt a megfogalmazni, ezt a mi viszonyunkat ehhez a történelmi csodához. És akkor úgy sikerült a
drámája alapján egy játékfilmet is nagy nehéz összehozni, és a diák egy életre szóló harcos társat találtam, és az is javaslottam annak idején Lovas Ildikónak ezt a sorozatot, hogy a halott barátaimnak valamilyen formában ilyen omást szenteljek ezekkel a beszélgetések kapcsán. Ugyanis, hogyha lehetőséget kapsz, hogy megszólal, akkor nem magadról beszélsz, hanem beszélsz azok nevében, akik már nem tudnak megszólalni. Igen, és ugye, hogy említette hogy jól az megszállás Magyarországon, hogy a dokumentumfilmben is ugye kitértek rá, hogy Magyarországon egy sztálinista rendszer volt, még ugye Jugoszláviában ezt ugye nem élték meg, hiszen ugye 48-ban majd ugye Tito szakított ugye a sztálinista rendszerrel, és ugye ebből majd ugye lesz egy szovjet, tehát mondom, Sztálin-Tito közötti, hogy idéző ebben a harc, ami majd ugye Sztálin halál után, hogy olvad a helyzet ugye Szovjetunió meg Jugoszlávia között. De például ugye, amit ugye ebben a filmben is, dokumentumfilmben is megláttunk, hogy ugye a dokumentumfilmben a magyar-jugoszláv-jugoszláv-magyar párhuzam lett, ugye középpontba téve a forradalom kapcsán, hogy ez így sikerült, vagy ezt így gondolták, hogy akkor ezt a jugoszláv-magyar-magyar-jugoszláv kapcsolatot akarják leforgatni, ezt így tervezték, hogy ez így? Hát én meggyőződtem annak idején, én ezek az írókkal, akikkel találkoztam, most itt a Petkovics, vagy az Ivan Iványi, vagy a Csoszics, nem mondtad, barátok voltam, de jó ismertük egymást. Tehát a Csoszicsal is, meg 68-tól a barikádokról, úgyhogy vagy az Iványival, nagyon róla egy külön portréfilmet készítettem, a Petkovics regés olvastó. Tehát ezért még fölkészültünk ezekre a dolgokra, de nem csak ezek adtak inspirációt, akikkel így tudtam ilyen riportokat forgatni, ugye, vagy meg beszélgetéseket. Volt egy korábbi élményem is, amikor egy Herceg Jánossal készítettem egy kis portréfilmet, és ő elővette egy levelet, azt hiszem, hírban meg is jelent, ebből elolvasok egy, vagy felolvasok egy részletet. Ez a Veljko Petrovics, ugye, aki Pesten tanult, és úgy érezte, hogy mikor szétlőtték Budapestet, akkor szétlőtték ifjúsága városát. Ez a szerb író, aki csak egy pár mondatot olvasnék el, ezt 56-ban írtak, de közvetlenül az események után. Tehát akkor nem a hivatalos politikát képített, hanem egy szerb író egy magyar íróhoz fordul. Hogy drági Moly Jani öcsém, elképzelem, milyen lelki állapotban van e napokban, azért is vártam, hogy egy keveset kiderüljön, hogy az ember legalább tisztább képet kaphasson a történtekről, és némileg igazságosabb és lelkiismeretesebb véleményt is ítéletét mondhasson róluk. De sajnos a pandemónium még tart, és nekem úgy rémlik, hogy az öreg barátnak, az írótársnak épp ilyen pillanatokban kell megilletődött fiatalomnak kezet szorítani. Édes kislányát, aki minden látogatás után még jobban bensőségre megszerettünk, hallottuk, milyen nagy szerencsük volt ebben a rettenetes tragédiában, hogy kedves neve és a gyerek utolsó pillanatban, de mégis hazatértek. Hát Janőcsém csak erre gondoljon, a lelkére nehezedik a búskomorság. Hát különben higgy el, a magyarok az óriási anyagi veszteségi dacára csak nyertek ebben a kétségbeesett küzdelemben. Tehát nyertek ebben a küzdelemben. Bárha valamit reszkíroztak, lett volna 17-ben vagy 18 tavaszán, ha már Kossuth kelet-konfederációs tervét oly hecskén elvetették, és nem akarták megérteni Andrássy fatális balkánpolitikáját, de mégis mondom,
megrázták az emberiséget. Hát ilyen levelek után, ilyen élmények után természetesen kötelességet érzed, hogy ezt a hangulatot, amit a szerb értelmiség érzett, meg ezt a, hogy ezt valami formában megfogalmazzuk. Ugye, hát, többen is mondták, hogy azt mondja, Petković is, meg Csosztics is, hogy tulajdonképpen a magyarság a szerb értelmiség helyett hajtotta végre a sztalinista rendszerre való nagy leszámolást. Ők ezt így kimondják szó szerint. Ugye. Hát ennek szerettem ezt az emléket állítani. Bármi is történt a Csosztics-ra később, ezek fantasztikus, szép szavak, én nagyon kevés ilyen őszinte lelkesedést és külti megfogalmazást olvastam a magyar forradalom, mint amit ebből a Csosztics naplóból sikerült átmenteni. És ugye a filmben volt, hiszen megemlítették azt is, hogy abban az időben, ugye ahogy mondták, ugye azt hiszem Dudás Károly mondta, hogy jugoszláviai magyarság, ugye magyar írók valamilyen szinten lemaradtak ezzel ennek az 56-ról írással kapcsolatban, hiszen hogy ugye azt hiszem Vajda Gábor mondta, hogy megindult egy beolvasztás. Vagy, és én ezt Bordás úrt kérdezném, hogy aki, ugye engem mindig érdekel, amikor ugye sok minden hallok, de hát ugye szeretnék róla, hogy én is élőben mondjuk így hallani, hogy ez most mennyiben volt igaz, tehát hogy mennyire késtek a rendszer miatt esetleg a vajdasági írók, vagy tényleg volt egy ilyen szintű beolvasztási politika, vagy... Nem hiszem, hogy késtünk. Sőt, most itt elhangzott ugye egy név, Bor Imrének a neve. Én emlékszem, 67-68-69-ben egyetemisták voltunk, és Bor Imre kurzust tartott keddi napokon Német Lászlóról, szerdő napokon viszont Déri Tiborról. És ezek az órák úgy néztek ki, Farkas Zsuzsa ezt nagyon jó tudja, elkezdte 2 órakor, és este 6 órát tartott, és akkor szünetet tartott egyszer, mert ő elszívott egy doboz cigarettát, de szünetben nekünk is szabad volt, ugye szóval rágyújtanunk. És akkor beszélgettünk, és többek között, amikor Déri Tibort tanította, akkor a befejezetlen mondatot, a feleletet és így tovább, és megemlítette, hogy azért mindenki menjen be a könyvtárba, és szerezze be azt a Szerelem című novellát, olvass el, ez egy 56-os novella. Hát nagyon burkoltan, de ez egy zseniálisan tényleg jó novella, és szünetben ránk kérdezett, hogy milyen élményeink vannak. Ezt azért mesélem, mert Dudás Karcsi jutott eszembe, ugye Dudás Karcsi és Juhász Erzsébet is, szóval Podolszky Jóska voltunk ott jó néhányan, és azt mondja, na akkor jövő héten számoljanak be, hogy kinek milyen 56-os élménye van. Hát mi akkor 8-9 évesek voltunk, ugye mert ez a 47-48-as generáció, és akkor én is elkezdtem gondolkozni, és úgy fölötlött bennem, hogy annak idején, amikor ezek az események történtek, tehát a novemberi események, édesapám, aki verbászol az olajgyárban kertész volt, délelőtt 10 órakor hazabiciklizett, ilyen csörgő biciklin, hogy meghallgassák a híreket édesanyámmal, meg nagyapámmal együtt, és bennünket mindig kizavartak a konyhából, hogy mi ne halljuk, hogy ők ott miről beszélnek. És persze miért? Hát rájöttem, hogy miért. A másik olyan élményem viszont ebből a korból az volt, hogy az általános iskolában másodikosok, harmadikosok voltunk akkor, ilyen hárman ültünk egy-egy padban, ilyen hosszú padok voltak, és 10 pad volt, és mi 30-an voltunk, tele volt minden. És egyszer csak jött a tanítónő, és azt mondta, hogy gyerekek, még egy padot be kell tenni. És néztük, hogy most miért kell betenni még egy padot, hát azért, mert még jönnek gyerekek. És valóban jöttek, és a délelőtti, meg a délutáni váltásba is jöttek a gyerekek, beültek, és még néztük, hogy kik ezek, és akkor ők mondták, hogy mit tudom, hogy nálunk ez történik, lőnek ez az, és számunkra ez ilyen nagyon, nagyon érdekes valami volt. És természetesen ezt is elmeséltem, és azt mondja, hát ezeket meg kell írni. Aztán a harmadik élményem viszont, itt is elhangzott némi dolog, már udvaroltam a feleségemnek, mondom, egyetemista voltam, amikor mondom, hogy na, ezeket a dolgokat a Bori tanárnak el fogom mondani, és azt mondja, hát ide figyelj, hát azt mondja, én a Szepesi Janival együtt jártam egy osztályba hónapokon keresztül. És utána jártunk, és valóban Szepesi Györgynek a fia, a Szepesi Janika le lehet erre lőzni a kikisodában, 49-ben született,
és 3-4 hónapig Újvidéken volt, mikor az útja Szepesi György a Jósejváni Hugóhoz és a rádióriporter Gyula Karcsihoz menekítette át a gyereket, és néhány hónapig ott volt, és az Újvidéki Petőfi Sándor iskolában volt másodikos vagy harmadikos jellemista. Most mindezt azért mesélem, hogy ez úgy elkezdett foglalkoztatni, és később, amikor szerkesztő lettem a Hídban, szintén Bori Imre mellett, akkor jöttek ezek a dolgok, te még valamikor, azt hiszem, amikor ennek a forradalomnak csak a 30. évfordulóját ünnepeltük, mi itt ugye, szóval, hogy így mondjam, ünnepeltük, burkoltam, mondom, akkor fölkért több embert, akik személyesen is ott voltak akkor, mikor ezek a dolgok történtek. Többek között Tomán László szerkesztő ott volt. Akkor Kovács József, aki az Újvidéki Rádiónak az első bemondója volt, szintén ott volt. Na most ezek közül többen megírták a dolgokat, és én is megírtam az élményemet, és ebből született meg a Dudás Karcsinak a király temetése is többek között. Úgyhogy voltak itt emlékek, és emlékszem, hogy amit a Karcsi szintén említett, hogy Bori mondta, hogy nézzünk utána, hogy a költők hogy és mind reagáltak az 56-ra, és bizony. Gál László, Fehér Ferenc, Ács Károly, mindenkinek az 56-os versében ott van az 56-nak a szelleme. Tehát ez kezdett érdekelni, és utána aztán természetesen, amikor szerkesztő lettem, akkor magam is igyekeztem támogatni azokat a kiadványokat, amelyek arról szólnak. Hát Vujcsi Sztoján fordította le Csoszicsnak ugye a 7 nap Budapesten című könyvét. Aztán segítkeztünk a fordítás Radoszláv Petkovicsnak ugye Sors és sorstalanság alapján Pécset jelent meg Csordás Gábornak a fordításában. Aztán itt van például Iván Iványinak az a Magyar Revolúció 56 című könyve, amelyet dedikálva adott, itt meg is tudom mutatni, ugye, hogy olvassam el, hogy ő hogy és mint élte át az 56-ot. Tehát így kezdtem ezzel foglalkozni, és amikor az 50 éves évfordulóhoz értünk, akkor az imént hallott Vladimir Popin keresett meg azzal, hogy neki is vannak élményei, mert ő annak idején, mint ahogy hallottuk is a filmben, meg volt bízva, hogy a Zombor környékén a menekült tábor szervezze meg. És ő viszont kutatóként elkezdte kutatni, hogy tehát a belgrádi és a vajdasági magyar sajtó mi mindent írt erről. És elképedve láttam, amikor a kéziratot letette, hogy csak a magyar szóban 30 gépelt oldalas bibliográfia van. És hogy ezekre az eseményekre hogyan tudósítottak, a V. Bellajos, akit fölküldtek, az Apró Mátyás, itt említette is, említették ezt a nevet, utána Steinitz Tibor, aki sokáig külpolitikai szerkesztője volt a Magyar Szónak. Tehát 30 gépelt oldal csak a bibliográfia adat arról, hogy a Magyar Szó mit között, de nem beszélve arról, hogy mit között a politika, a Borba, a Dnémik, és így tovább. És itt derül fény arra is például, hogy a Borbának ezt sem tudtam addig. A Borbának két kiadása volt, egy cirill betűs belgrádi és egy latin betűs zágrábi kiadása például. És hogy a zágrábi kiadásban több minden jelent meg, mint a belgrádi kiadásban. Szóval nagyon sok érdekes dolgot felfedezett, és nagyon örültem, hogy ezt a könyvet összehoztuk, mert ebben gyakorlatilag mindaz, ami fontos számunkra is, meg mondjuk rá hát az itteni szerkközönség számára, az bibliográfia adatként itt megjelenik. Hát erre ezt tudnám válaszolni, tehát innen az érdeklődésem, és valahol, amikor 50 éves évforduló volt, akkor hát ugye figyelembe vették, hogy hát egy kicsit így ezekkel az ügyekkel törődöm, és akkor az itteni főkonzulátus ilyen diakat osztogatott, és csak éppen azért mutatom, mert hát még a tévé is fölveszi a dolgokat, én valahol elhoztam, és még egy ilyen emlékéremmel tüntettek ki többünket természetesen. Ez egy ilyen 56-os emlékérem, azért, mert hát ugye ebben az ügyben ugye közreműködtünk. Egyelőre erről ennyit. A sajtó a kapcsolatban, uh-huh. Emlékszem, a Magyar Szó címoldalán jelent meg, amikor a vajdasági írók tiltakoztak, azt hiszem a Déri Tibor, nem tudom, kiket börtönöztek be. Vagy nagy botrán lett, hogy a Magyar Szó közölték, hogy az írók kiálltak, az írók védelmében. A magyar írók mellett. Az írók védelmében. És ugye mondjuk a filmben azt hiszem, ha nem tényleg Iván Iványi volt, ha jól emlékszem, ő mondta ugye, hogy ő hogy élte meg azt 56-ban, amikor ugye Tito Hruscsov megegyeznek a
Kádár kormányról, és hogy ő most már ezt kritikusabban látja, hogy mennyi, hogy 40-50 év távlatából. Hiszen ugye abban az időben, akkor 56-ban lépniük kellett, hiszen Magyarországon, hogyha győz a forradalom, akkor ugye az lehet, hogy példaértékű lesz akár Romániának, Jugoszláviának. Tehát, hogy akkor egy kisebbik rosszat választott, hogy Tito is mondta, hogy az első szovjetben rossz volt, káros, a második is, de ez szükséges volt. Utalt a Popin arra, ugye a poznani eseményekre, ugye, igen, a berlini eseményekre is, tehát valahol ez Ránc reakció, és hogyha Magyarországon ez még nyert is volna, akkor ez volna, igen. Ugye, és ugye ez miatt kellett, és ugye, hogy Kádárra keresztül valamennyire egy kicsit megtörték azt az időző sztálinista rendszert, hogy egy kicsit könnyebb volt ugye magyarországi rendszer, és ugye itt, hogy ahogy az írók meg lettek szóltva ebbe a dokumentumfőben, akik utómódon érintettek voltak, hogy ugye engem ugye történészként mindig azt, hogy minél több ugye forrást használni, mondjam így, hogy nem volt esetleg benne a koncepció, hogy esetleg olyan személyeket is megszólaltatni, akik akkor ugye éltek, nem menekültként, hanem akik mondjuk akár Zomborba, Palicson szoknán, akik megérték azt a menekült állatot, hogy esetleg ebben nem gondolkodtak ki, hogy olyan személyeket is megszólaltatni. Hát én készítettem egy dokumentumfilmet külön azokról, akik így átjöttek, menekültek el. Na, szóval ehhez is kapcsolódnom. Nekem alkalmam volt, amikor egy létünk számot, egy 56-os létünk számot szerkesztettünk, akkor Palotius Aranka, Becskereki vagy múzsiai helytörténész hívta fel a figyelmünket egy dologra, és mutatta is meg, hogy tehát ott is valami 2-3 ezer menekült volt, és az egyházi anyakönyvekben, tehát a Becskereki, a Muzslai és az Icskai anyakönyvből kiolvasható, hogy 60 házasság köttetett azok között, akik megjöttek, na most, illetve akik átszöktek. Na most ezt azért kell egy kicsit föntartásra, nem kell föntartásra fogadni a házasságkötést, de hogy miért történt a házasságkötés, mert csak házastársak mehettek tovább a nyugatra. És akkor ezek fiktív házasságok voltak. Ellenben az, ami tény és való, hogy 12 gyereket kereszteltek meg a katolikus a református templomban Becskereken. Tehát ezek a gyerekek akkor születtek már, amikor a másállapotos anyuka átszöktek a határon, és itt keresztelték meg őket. Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, és ezek dokumentumok, és az, hogy hallottuk, hogy kb. 20 ezer menekült volt ugye annak idején, Zomborban, Szabadkán, Becskereken. Szóval nagyon érdekes adatok jönnek elő, hogy ez ember most így visszapergeti az időkerekét, úgyhogy. És most mégiscsak a filmben visszatérve, még azt akartam elmondani, hogy a Vicsekféle filmben számomra nagyon érdekesen vegyül a dokumentáris anyag és az írói emlékezés. Tehát ennek az egyvelege adja meg a savát borsát, ugye, mert ezek az emberek, ha most így elmondják, és a képeket nem látjuk, akkor talán egészen más benyomást keltettek volna, mint így. Így viszont nagyon, nagyon jó kiegészítik egymást. És Vicsek filmje közül leszem, hogy egy rendhagyó film, mert én annak idején hát nagyon sok Vicsek filmről írtam, kezdve még azokra a kisfilmekre, amelyeket nem tudom, most itt bemutatnak is például a Csillag és keresztet, meg a Kubikusokat, hát ezek voltak az első filmek, mert ott a 70-es években. De utána aztán a játékfilmeidről is, hát úgy látom, hogy a Hercegfélét, a Cikkadó földeket ugye már bemutattátok, de akkor ott volt a két Guillaume film, a Késdobálók, meg az Ezen az oldalon, ha jól tudom, meg, na, ezekről mind írtam, mert ezek meg is jelentek itt ebben a Ténta és Repet című könyvemben. Tehát végigkísértem Vicseknek a filmkészítését, bár én nem vagyok különösebben nagy filmszakértő, de mindig úgy az irodalom felől próbáltam közelíteni, hogy is, mint és most is úgy nézem, hogy irodalom és dokumentum hogy és mint vegyül, és hogyan lehet ebből egy nagyon élvezetes filmet csinálni. Ja, visszatérve, Iványit említetted, ő említés, hogy az író több, mint a történész, ugye, tudjuk a Marxnak az híres mondását, hogy Balzacból többet tudott még a francia forradalom, mint a történészek. Na, ez a egy magyar ősz, jedna magyarska jesze mondat, ez nem jelent meg. Ja, ugye, arra másikra gondolsz. Ez nem jelent meg magyar fordításban. Iványi, amikor megjelent, kínálta a magyar kiadónak is, és akkor azt mondták, hogy ebben a regényben túl szimpatikus Nagy Imre, ugye? Gondolom Kádár rendszerben kínált a fordításra. Túl szimpatikus a Nagy Imre, ugye? Na megvárta, elmenjen a Kádár, ugye? És akkor az Iván Iványi még egyszer kínált a fordításra regényét. Akkor meg azt mondták, hogy itt a túl szimpatikus a Kádár, meg az ezért. Tehát azt jelenti, hogy
hogy az irodalmi imaginációnak a csodája, hogy túlnőtte még magát Iványi Iványit is, ugye? Igen. Hogy ez több lett, mint amit úgy racionálisan elképzelsz, vagy megfogalmaz egy regényben majd. Ő nyilván nem próbált ugye, egyik oldalt, ugye, úgynevezett ezt a diktatúrius oldalt, és a másik oldalt, amit a nagy képviseltek, hogy ezt valamilyen formában, hogy valamelyiket másikkal szembe emelje. Majd nálad vannak leírások, amikor akaszgatták azokat az ávésokat, akinek sárga cipőjük volt, még stb. Vannak ott elég kemény goromba képek is, ugyan. De kiderült, hogy az írói világ az túlnövi még magát a szerzőt is. Vannak benne olyan megfoghatatlan dolgok, amik nem lehet ilyen racionálisan. Most az Iván nem üt le, most én Kádárból csinálok ezért egy negatív, ezért is a kiemelem ezért. Érdekes, hogy csak ehhez kapcsolódok, hogy a Petkovics is, meg az Iván is az írói imagináció hivatkozik, viszont a Dobica Ciosicsnak a jelmondat azt mondja, író vagyok, ami egyebek mellett azt jelenti, tanú. Éppen az ellenkezőjét állítja. Igen, hogy az írók művében jobban meg lehet ismerni magát a történet, mint a történészek. Ugye erre szoktam lenni, hogy a győztes írja a történet, és akkor sokszor van egy kis feldítés, még az íróak, ugye ezek a személyek is. Vagy saját élményekből, vagy ugye kutatnak, amit tudjuk, hogy és akkor ebből kifolyólag ugye megtörtént az is, hogy Kádár idejében nem akarták, mert ugye Nagy Imre túlságosan jó van, feltűnt van aztán később megfordítva, tehát vagy. Szóval ilyen politikai regényt írni nehéz, azért mert hát írói imagináció nélkül nincs regény, ugye? És akkor hát már természetesen ugye szóval az ember elmegy egy bizonyos irányba, ugye? Hát szóval igen, és a filmben ugyanez a helyzet. Vicsi akkor is említett, hogy az AVH-soknak a ugye a műveltek velük, ugye az akkor is a világ sajtót bejárta, hogy az AVH katonák, vagy operatív tiszteknek, mondjuk ugye a hotlestet ugye meggyalázták, ugye az is látszott, hogy ez egy olyan pillanat volt, ami az a 8 év, 9 év diktatúrában, ugye az a sok frusztráció, ami felgyalált, hogy amit ők elkövettek. Felismerték a villamoson sárga cipő, az állás, ugye? Én szeretném még egy családi legendát felemlíteni, vagy elmondani. Ez is válasz lenne azzal, hogy mi közünk volt nekünk délvidéki magyaroknak az anyaország magyarsághoz, ugye. Említettem már az 54-es döntőt a Svájcban, amit azt itt tragikusan éltünk meg, ugye. Szerencsére az öcsém az futballpálya felé orientálódott, Vojvodinában játszott, országos, ifjúságos válogatott is volt, végül aztán kikerült Nyugatra, és amikor Puskás Vancouverbe verbovált egy csapatot, amikor befejezte a karrierét a Real Madridba, akkor összeszedett Európába 22-23 futballistát, és akkor kivitte Vancouverbe, és akkor megalakult egy kanadai-amerikai liga. És az öcsém bekerült ebbe a csapatba, mondom, 20-valahány voltak, köztük csak 3 magyar volt, ezek is szegények menekültek, majd vannak születési év, magasság, súly, állampolgárság, és ennél 3 magyar srácnál írja, hogy állampolgár nélkülek, tehát menekült magyarok voltak, ugye? Az öcsém azt írja, hogy jugoszláv, ugye? Hogy sikerült ez a futball tragédiát valahogy a végül is egy ilyen happy end-del befejezni, hogy köszönöm az öcsémnek, aki Puskásnál futballozott kint az amerikai, kanadai ligában. A meccseken egy ilyen könyvet osztogattak, majd akkor tanították az amerikai futballra, ugye? És akkor itt van, nem tudom, itt vannak a Puskásról egész oldal, ugye?
a menedzserekről, akkor játékosok fényképei, ki hol játszik, még a, és a végén még ott, hogy hogy kell angolul kiejteni ezeket a neveket, hogy leírták angolosan, például a Puskást úgy írták le, hogy, hogy az amerikai ki tudja ejteni a nevét, hogy azt mondja, hogy Pus, P-O-O-S-K-U-S-S, tehát Puskás. És a Ferencet, az hát, az meg F-A-R-N-K, majd a Ferencet, az biztos K-nak, Ferenknek olvasták, ugye? Tehát még egy tanították az amerikaiakat, hogy hogy kell kejteni a magyar neveket, ugye? Ez egy... Vitték a futball művészetét Amerikában. Na most így szerencsénk volt az hogy ez a Puskás legenda bekerült a családi legendákba, ugye úgy barátok maradtak életük végéig, hogy ilyet, akkor még nem voltak milliárdok a fociban, mint most, de az öcsém most ott Kán mellett él, ott én Káni fesztivált nem nyertem, de Puskásnak köszönve Kán mellett él az életét. Tehát ez, hogy mi egy nemzet voltunk, ugye nem csak ezében, irodalomban, művészetben, hát még a fociba, még a fociba is, úgyhogy a... És ugye a sportot és 56-ot nézzük, hogy ott van egy érdekesség, ugye, hogy a forradalom leverése után ugye játszották a Melbourne-i olimpián a döntőt, a vízilabda döntőt, és ugye akkor a magyar válogatott, ugye a szovjet válogatottat ugye le is győztet, ez pont akkor, amikor leverik a szovjet katonák a forradalmat. És még az is érdekelne, hogy ezek a személyek, akár Dobrica Csószis, akár Iván Iványi, ők rögtön igen mondtak a felkérésnek, vagy akadt-e valami probléma ebben, vagy rögtön gond nélkül? Hát a Csószis azt 86, ugye mi 40-es évforduló volt, igen? És a Csószis, tudjuk, hogy végezte be a politikai karrierét, hogy egy évig volt mindig ott köztársaság elnök, és akkor Milosevic leváltotta, és hát akkor nem akart senkinek interjút adni, és nagyon sikerült hány év után, nekünk adott először interjút, azzal kikötéssel, hogy csak erről a magyar forradalomról, és ne kérdezzem a Milosevic rendszerben betöltött szerepét, de hát annyira ravaszak voltunk a Hoffmannal, mikor csináltuk a felvételt, hogy mikor befejeztük a hivatalos beszélgetést, hagytam, hogy forogjon a kamerája, ugye, majd az nem ment, és akkor Csószis elmondott egy pár elég kegyetlen fogalmazást az akkori rendszerről is, ugye. Ezt még nem publikáltam, ezt a részt, amikor elmondja, hogy ti pedig ott 68-ban nem fejeztétek be a forradalmat, ugye? És akkor hát na, hát hogy kellettem befejezni? Hát azt mondja úgy, hogy kimentetik volna Dedényére, és ott azt az elvtársakat kicsit úgy eltávolítsátok ezért talán. Azokból a világból talán. És ez a... Hogy ezek a... Amit azt el is mond a forradalom, hogy nincs értelme már ezért, hogy azt mondja, hát azt tudjuk most már, mint történész, én is olvastam egy pár tanulmányt a francia forradalomról, és vannak történészek, akik állítsák és bizonyítsák, hogy a francia forradalom a civilizációt 200 évvel visszavitte, ugye? Küldték a papságot, akik a fizikát, az építészetet, a művészetet, hát azok tudtak katedrásokat építeni, ugye? Ott volt a tudás, ott volt ez. És visszavetették ezért. Hát az orosz forradalom mit csinált az értelmiséggel, ugye?
ki. Hát itt abból a 20 millió áldozatból, hát nem csak a zsidó értelmiséget pusztított el, hanem az orosz értelmiség. Ugyanúgy, ahogy a mi rendszerünk is kiiktatott egy értelmiségi réteget, első gondolok az egyházi, tehát a papságra, ahol ott volt a filozófia, az esztétika, az irodalom, meg nem tudom, hát minket papok neveltek miatt a telepen, miatt minket megkeresztültek időben, majd a háború volt, és akkor féltek, hogy nehogy meghagy, akkor nem keresztel, és ha nem vagy megkeresztel, akkor mint kutyát temetnek el, ugye, úgyhogy rögtön megkeresztültek, ugye. És ott az egyik barátunk, az Szent Mártoni Mihály, hát ő ott a Vatikánban professzor, doktorát, teológiát, meg egyházjogot, és ott most tanít szerte világon, ott nőtt velünk a telepi magyarokkal, és hát valaki is sikerült a sportba kifuttatni magát, vagy a művészetben, mint a Maurics Feri, vagy a Ladik Kati, vagy hát még merem magam is oda sorolni, hogy valami, hogy kinőtünk abból a kis provinciával, létből, egy kis magyar gettóból. Sport meg a művészet tudott bennünket onnét kiemelni. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Remélem a film is tetszett, illetve a beszélgetés is. És hát még egyszer örülök személyesen, hogy itt láttam. Külön meg szeretném köszönni Lovas Ildikónak a felkérést, hogy én beszélgethettem Vicsek Károly, illetve Bordás Győző úrral. Köszönjük szépen!